Szia, Ogi! Szia! Úgyis Szervusztok, mi a helyzet? azon is gondolkodtam, hogy amikor beköszönök hozzád, akkor mit mondjak? Szia, elnökasszony, alelnökasszony, mérnöktársam, gazdatársam, sokféle megszólítás lehetne. Kedves Olgi, azért mégiscsak hozzánk ez illik talán. Az előző beszélgető társam Juhos Csaba volt, ugye a Fresh Fruit Taste-nek, ő az elnöke, ott tőletek nem messzi. Ő is ismert téged nyilvánvalóan. És beszélgettünk ott is az év agráremberéről, és elkezdtem egy kicsit nosztalgiázni azon, hogy is alakult ki ez a díj. És bár neked már valószínűleg mondtam, de az egyik oka, hogy ezt megcsináltuk, az pont te voltál. Aztán utána pont te lettél a fődíjasa is ennek az első évben, mégpedig az, hogy megkerestük azokat a kiváló embereket, ugye, akikről a társadalom, a környékbeli társadalom tud, a nagyobb szakmai társadalom kevesebbet, de tud, a többiek meg egyáltalán semmit. Pedig azok a kiváló emberek, akik azóta a fődíjasok, vagy akár kategória győztesek lesznek, vagy lettek, igenis megérdemlik ezt. És te voltál az a kiváltók. Én amikor végeztem Keszthelyen az egyetemen 94-ben, utána összekeveredtünk, megismertelek titeket, annyit segítettél nekem, mintha a férjeddel együtt, mint a saját szüleim lettetek volna, ezért az ember nem győz örök hálával gondolni erre, és ez most is így van. Mi van nálatok, hogy megy az élet a Kujáni tanyán? Ti elég aktívak vagytok szaktanácsadásban, birtokápolásban, a hobbiban, ahogy a férjed mondja, és sok minden más szép, okos dologban, ami egy agrármérnöktől, növényvédelmi szaktanácsadótól várható. Szóval hogy mint vagy, Olgi? Hát köszönöm szépen, jól vagyunk ennek a vírus időszaknak a kellős közepén, talán ezt tudnám mondani, de attól függetlenül ugye az agrárium az folyamatosan dolgozik, és nekünk élelmiszer előállításban óriási szerepünk van, attól függetlenül, hogy a saját ültetvényünkben a pajzsi az teljes egészében csonták vagyunk. Hát küzdöttünk 23 fagyos éjszakát utána a 2020-as esztendőben, úgyhogy azért ez elég komoly egyébként, és azt is el kell mondanom, hogy nem csak mi, hanem itt a térségben mindenki küzdött. Na most, ha van probléma, akkor a Kujániékat megtalálja a probléma, meg a lehetőségek sok színűségét ajánlottuk a termelőknek, és azt is el kell mondanom, hogy annyira jó sikerült az egyik helyen a fagy elleni védekezés, hogy tulajdonképpen sikerült a mínusz 8 fokba is megvédeni a cseresznyét, és az illető másnap elfelejtette bekapcsolni az öntöző berendezést, és a mínusz 6 elvitte azt, amit a mínusz 8-ban megvédette. Na szóval ilyen dolgok, tehát mi kitaláltuk, hogy mit kell csinálnia, ő megvalósította több millió forintért, tehát sajnos a második feledékenység az nagy anyagi kárt okozott. A jelen esetben azért itt a térségben ez az aszályos időszak rettenetesen megvisel minden ültetvényt, minden növényt, de a szántóföldi kultúrák is. Megvetve tapasztaltam, hogy egy araszos volt az árpa, amikor már halászolni kezdett. Tehát itt azért óriási probléma van, a talajvíztartó képessége ugye nem megfelelő, és nagyon nagy aszálykára lehet számítani. Aztán, hogy még a szélsőséges időjárás mit fog kavarni, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy ma reggelre, illetve vasárnapi nap folyamán a 10 mm csapadék következtében olyan párásság alakult ki, hogy kötelező védekezni a gyümölcsültetvényekben. Mindegy az, hogy most alma vagy megyről, bármiről beszélünk, attól függetlenül a fagykár érte, ugye a növényeket, egészségi állapotokat meg kell védeni. Nem beszélve róla, hogy az integrált növényvédelem szempontjából rendkívül fontos az, hogy jó kondícióba tartsuk az ültetvényt, mindegy, hogy milyen gyümölcsről beszélünk, mert ez meghatározza a betegségekkel és a kártevőkkel szembeni ellenálló képességet is. Sőt, mi több, azt is el kell mondanom, hogy a növények nagyon legyengülnek, és a növényeknek az ellenálló képessége, vagyis a vigora határozza meg egyébként azt, hogy mennyire tud az integrált növényvédelem alkalmazása mellett a termésmennyiségnek megfelelni. Tehát nagy termés egy jó kondíciójú növénytől várható, annak ellenére, hogy jó növényvédelmet is kell, hogy alkalmazunk. Az integrált növényvédelemmel kapcsolatosan nem csak a növényvédő szerekre kell, vagy a biológiai készítményekre, amelyeket a kártevők és a kórokozók elleni védekezésben használunk, hanem egyébként kompletten kell nézni az egyes fajokra vonatkozó
tápanyag ellátottságot, illetve életképességet, kondíciót. És ez rendkívül fontos, és most erre kell, hogy felhívjuk a figyelmet. A szaktanácsadásokat, Olgi, a szaktanácsadást hogy csináljátok ebbe a vírusos időbe? Nyilván akkor is ki kell menni időnként helyszínre, nem lehet csak mindent online-ból. Igen, hát ugye mi a növényvédő állomáson kezdtük az életünket, amikor a 70-es évek közepén, 77-ben tulajdonképpen, és mi már hozzá voltunk ahhoz szokva, hogy az emberek hozták a növényeiket, bedobták az udvaron a kapunk keresztül egy nejlonzsákba, hát ez most is ugyanígy működik, rá van írva toplista, paradicsomja, kérjük a diagnózist, mit kell csinálni. Tehát ez így működik, de mi járunk a határba egyedül is egyébként, is megnézzük, hogy a helyzet, hiszen a saját ültesényünket is nézzük meg, amerre járunk, bemegyünk egy gyümölcsösbe, egy receptáblába, látjuk az aktivitásokat. Nem kell nekünk ehhez kísérő, mert hát ismerjük is itt a térséget, hát Bácskiskun megyébe szinte minden területet, de az elég sok felé jártunk már, úgyhogy tudjuk, hogy hol mit kell keresni. Tehát betegségeket. Hány ügyfeletek van, akit szaktanácsadoltok? Hát most per pillanat 145. Ebben vannak nagy gazdaságok is, meg vannak olyanok, akinek csak 2 hektár szőlője, vagy másfél hektár vegyes gyümölcsöse van. Most fejeztük be a területalapú támogatásoknak a beadását. Hát sajnos el kell mondani, hogy azért ez a szélsőséges időjárás állandó korrigálást is követel, mert például most is volt olyan, hogy kiszáradt a gabonának egy része, amit területalapú gabonaként adtuk be. Hát ez folyamat. Nehéz a tanácsadás, azért nehéz a tanácsadás, mert az időjárás fölülírja a lehetőségeket. És sokszor ott állunk, hogy na, mit is javasoljunk a termelőnek, hogy azért ne is veszítse el a uniós támogatást, meg is feleljen a követelményrendszernek, de azért nagy káros legyen. Emlékszem még, ahogy végeztem az egyetemen, ugye már említettem, hogy állandóan fölkaroltatok engem, rengeteget tanultam tőletek, de akkoriban ez 94-95-ben volt, már az innováció csúcsán álltatok, ugye most nem csak a meteorológiai állomásokon, hanem kitaláltátok, hogy méritek az adatokat, figyelitek a növényvédelmi előrejelzést, SMS-ben tájékoztattátok, ráadásul ilyen tömeges SMS-ben a partnereiteket, teljesen innovatív volt ez. Van valami ilyen innovációtok mostanában, amit azt gondoltad, hogy bevezettek és hajrá? Ja, igen, hát csináljuk ezt most is folyamatosan, annyiból javítottunk rajta, hogy képekkel illusztráljuk a betegségeket, hogy azért jobban megismerjék, mert azok a gazdálkodók, akik nagyba csinálják, sok esetben nem is arra van igényük, hogy én megmondjam, hogy mivel permetezem, hanem hogy fölismeri a betegséget. És akkor most annyit fejlesztettünk, hogy képekkel illusztráljuk a felhívásainkat, e-mailbe, SMS-be küldjük természetesen most is. Most váltottunk képen szolgáltatót, mert az előző az nem tudott ilyen képes információkat küldeni. És ugye a csoportos SMS, a csoportos e-mail szolgáltatásnál azért nagyon fontos, hogy olyan képek kerüljenek, amit a gazda használni és tud azonnal be azonosítani. Hogyha az ember kimegy hozzátok a tanyárat, így hívjátok, akkor egy csoda kis birtokot lát. Most nem csak, hogy szép a kis tó, meg a kis muskátli, meg az összes virág, ami ott van, nem csak a gazdálkodói birtok szép körülötte, hanem ti kitaláltatok egy ilyen kisléptékű termékelőállítási vonalat is az életetekbe. Mesélj arról, ti már akkor kitaláltatok, amikor még ez nem volt ilyen nagy sláger, mint mostanában, most jön el talán a csúcsérmek, mesélj, hogy ott mi mindent csináltok. Hát igen, éppen most csináltattunk egyébként az eltett sűrítményeinkből különböző termékeket, mert most ezzel a koronavírussal megnövekedett a kis léptékű értékesítésnek a lehetősége, és egyre többen keresnek meg bennünket, hogy szeretnének csomagküldő szolgálatot keresztül vásárolni tőlünk, hát, és ezt csináljuk is egyébként, csináltunk a lekárokat, mindenféle
egyéb ilyen kis kiszerelési termékeket, amivel egyébként el tudjuk látni az érdeklődőket. Most is van Budapesttől egy termelőnk, aki kimondottan ragaszkodik, vagy fogyasztunk, aki kimondottan ragaszkodik a mi termékünkhöz, mert tudjuk, hogy ez mindenféle tartósítószermentes. Ez a szolgáltatás még tovább fejleszthető lenne. Szeretnénk itt a térségben egy olyan helységet érni, ahol heti alkalommal, mint ilyen heti piac lehetne ezekkel a termékekkel megjelenni, és itt a négysávos mellett jó parkolási lehetőséggel most van kialakítás alatt ez a bevásárló központ, amit úgy gondolunk, hogy ilyen kertészség jelleget is meg lehetne oldani. Tehát itt mindenféle olyan jellegű értékesítés végrehajtható benne, ami a jelenlegi vírushelyzetben engedélyezett. Megint valami újat alkottak. És össze szeretnénk egyébként azokat a sajt és egyéb ilyen élelmiszer előállítókat a térségben, akik egyébként benne vannak a kultúrában, hogy ők jelenjenek itt meg. Ehhez a polgármesternek a segítségét, meg a polgárőröknek a támogatását is kértük, hogy gyakorlatilag itt a polgárőrök őrizzék meg ennek a biztonságát ennek a helységnek, mert csak lehet egyébként megfelelő minőségben végezni ezt a munkát. Ezt találtam most. Nagyon jó ötlet ez is. Sokan, akik ismernek, tudják titeket, hogy az a szerencsés helyzet alakult ki az életetekben, hogy mindkét lányotok a ti szakmátokat választotta, és ráadásul aktív segítői az életeteknek. Nekem mindig egy nagy csoda volt ez, hogy ezt hogy lehet kialakítani, hát az eredményt látjuk. Honnan jött a gondolat, aztán talán világos, de hogy sikerült elérnetek, hogy mindkét lányod agrármérnökként ráadásul intenzíven belefolyva a gazdálkodásba és annak a tudásába, az kövessen titeket? Azt tudnod kell, hogy amikor kicsik voltak, a gyümölcsösben nőtek fel. Ott lettek szobatiszták is, tehát tulajdonképpen ez beleindult a gyerekekbe. És soha nem voltak erőltetve, hogy ezt csinálják, de gyakorlatilag ők először azt mondták, hogy semmiféleképpen nem akarnak az agráriummal foglalkozni. És a vége mégiscsak az lett, hogy most a Moson-Magyaróvári Egyetem 200 éves jubileum alkalmából kiadott kiadványban elsőként a Kujáni család jelent meg, mert hogy a Kujáni család minden tagjának van óvári diplomája is. Tehát mindenkinek van egy óvári agrár diplomája, azon kívül természetesen vannak kiegészítő diplomák is, de ez aztán úgy megalapozta a különböző régiók vagy szakterületeknek a dolgait, hogy mindenki más csinál. Az egyik a kistermelés irányába ment el, ami egyébként párhuzamos a termékelőállítással, meg a nagy volumenű termeléssel is, és a másik pedig a szaktanácsadás irányába, sőt, meg azt is elmondhatom, hogy mind a két helyem a termékek. Sőt, az egyik növényvédős is, úgyhogy ha a vállalkozás megmarad, akkor gyakorlatilag ők ezt a tovább fogják tudni vinni, amit mi esetleg már megalapoztunk a környezetünkben. Azért ez egy szép példája annak, hogy hogy tud kinézni egy generációváltás a szaktanácsadásban és a mezőgazdaságban. Azt látom egyébként, hogy a különböző növényvédőszer forgalmazó, meg gyártó, meg különböző növényvédelmi tevékenységet folytató, meg termelő tevékenységet folytató gazdálkodók körében, hogy ahol a gyerekek egyébként benne voltak a fejlődés történetében, meg fejlődés történet, hiszen a lovas vetőgéptől kerültünk ide, ahol vagyunk, azok gyakorlatilag a földszaga hatására teljes más léptékben látják ezt az egész termékelőállítást, élelmiszer előállítást. És akit egyszer a földszaga megcsapott, ez tényleg így van, az nem nagyon tud onnan elszakadni, viszont azokból lesz a jó szakember, akiket a földszaga egyszer már megérintett valamilyen szinten.
persze ezt lehet szerezni is, meg háttér információ nélkül, tehát tudom, hogy szülői, gazdálkodói szülők nélkül is meg lehet beszélni. Hát ott azért kicsit többet kell azért dolgozni, de attól függetlenül el kell mondanom, hogy ha valaki érdeklődik a dolog iránt, akkor azért van lehetőség arra, hogy találják azokat a sarokokat, ahol a megfelelő információt megkapja. Oké, kicsit térjünk vissza a szakmai munkára. A növényorvosi kamarának az alelnöke vagy. Milyen események vannak ott a kamaránál, amit érdemes most megosztani a nagy közönséggel? Hát az integrált növényvédelem mindenféleképpen az egy rettenetesen fontos dolog, ugyanis az integrált növényvédelemben az Európai Uniós csatlakozás után olyan mértékű a növényvédőszer hatóanyagok korlátozása, hogy itt olyan technológiákat kell kitalálni, amelyekkel szinte azt lehet mondani, hogy kis hatékonysági növényvédőszerrel teljes hatékonyságot lehet előállítani. Na most ez azt jelenti, hogy a növényvédőszereken kívül az összes lehetőséget, a biológiát, a tápanyagellátottságot, a talajkondicionálást, mindent be kell végezni ahhoz, hogy mi minőségi terméket tudjuk előállítani úgy, hogy az alkalmazható növényvédőszerek palettáját használjuk fel. Ez egy nagyon nagy probléma, és ami még rettentő nagy probléma az, hogy a különböző rovarok az időjárási körülmények között olyan mértékben szaporodnak el, amik egyébként nem is voltak külsősak nálunk, hogy ezek elleni védekezést óriási problémát jelent. Így a szükséghelyzeti engedélyeknek a sokasága kerül kérvényezésre, hatóságnál, mert egyszerűen képtelenek vagyunk a rendelkezésre álló jelenlegi palettával gyéríteni olyan mértékben a kártevőt, hogy az ne okozzon gazdasági kárt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és most már a Fruit Webben meg a különböző zöldségtermesztő gazdálkodókkal azon dolgozunk, hogy a különböző európai országokban engedélyezett egyéb készítményeket az ott lévő analitikai vizsgálatok alapján engedélyezze a magyar hatóság, hogy egyáltalán le lehessen küzdeni egy szabadföldi termesztésbe, például a tripset dinnyébe, vagy az atkáta dinnyébe, vagy a tripset a szamócába, vagy a liszteskét a különböző zöldségkultúrákba. Ez egy nagyon-nagyon fontos része most jelen pillanatban a növényvédelmi kamarai feladatnak. És ehhez egyébként szükséges azokat az információkat megszerezni, amivel a külföldiek hatékonyan tudnak védekezni ezeken a mediterrán kártevőkkel. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy ezekkel a hurikánokkal, meg afrikai szélviharokkal olyan kártevőket is kapunk, amelyek soha nem volt, és ezek ellen kell nekünk védekezni. Ha valaki hallgat téged, akkor lehet, hogy még szerelmes is lesz ezekbe a növényvédelmi tényezőkbe, itt most a kártevőkre gondolok, mert akkora élmény hallgatni azt, hogy te ezekről beszélsz, és ez most még csak egy kicsi példája volt ennek, hogy az tényleg az, hogy ha az ember nem is akarna növényvédős lenni, akkor is azzá válik, ha hallgat téged. Nem is csodálom, hogyha a lányaid is ezt a pályát választották valamilyen irányba. Egy kicsit térjünk arra rá, amikor a tanyádról beszéltünk már, gyönyörű, kisléptékű termék előállítás. Viszont ti rengeteg embert fogadtatok különböző oktatásokra, összejövetelekre, tájékoztatókra, a tanösvényre való a gyerekeknek a körbejárása, a gyönyörű kis tanösvényt csináltatok. Ugye ez most elmaradt a vírus helyzet miatt itt a tavaszi időszakban. Számítasz rá, hogy ez valahogy így nyár végén visszatér? Hát ha engedélyezik egyáltalán azt, hogy ilyen csoportos foglalkozásokat tartsunk, akkor mindenféleképpen. Most nagyon benne vagyunk ebben a Európai Unió által kötelezővé tett AKG oktatásokban, és ezekben az AKG oktatásokban szintén erről az integrált növényvédelemről, illetve a követelmény rendszeréről beszélünk, mert ugye 5 évenként egyszer mindenkinek el kell végezni ezt a oktatást. Na most ugye a végén járunk már a támogatási időszaknak, de attól függetlenül el kell mondani azt, hogy
ez a támogatási időszak tulajdonképpen olyan követelmény rendszer támaszt az emberek, gazdálkodó emberek felé, aminek meg kell felelni. Na most, ha ezt az ő nyelvükön el tudjuk mondani, akkor nyerők vagyunk. Akkor megérti a feladatot. Ha nem tudjuk elmondani az ő nyelvükön, nem tudjuk lefordítani az ő nyelvükre, akkor nem érti meg a feladatot. És hát most ebben az oktatási ciklusban, én is részt veszek egyébként, meg a Laci is részt vesz ebben a ciklusban, a gazdálkodóknak a kiképzésében. Az a helyzet, hogy azt tapasztaltam, amikor vége van egy előadásnak, akkor utána millió egy kérdés merül föl, mert megértette a feladatot. Tehát megértette, és akkor elmondja a saját problémáját, hogy én most azért jöttem ide és kérdeztem külön, mert nekem ez a problémám, és ezt még senki nem mondta, hogy tulajdonképpen ezt a betegséget így ismerni, ez ellen a betegség ellen ekkor kell védekezni. Tehát ha el tudjuk magyarázni egy kártevőnek az életfolyamatait úgy, hogy az egyszerű ember számára, laikus számára érthető legyen, akkor nyerő voltam. Most ezt csináljuk, remélem, hogy lesz is ennek a továbbiakban is folytatása. Már érdeklődnek, hogy mikor lesz mi oktatás, hol fogunk oktatni. Szenzációs, amit csináltok. Én nagyon büszke vagyok rád, arra meg különösen, hogy az első évi kiírásunknak mindjárt az elején te lettél az első győztese. Büszke vagyok rá. Jó egészséget kívánok nektek. Sikeres unoka várást, illetve remélem hamarosan akkor a már újabb unoka dajkálási pozícióban is részt vehetsz. Gratulálok hozzá, és jó egészséget a továbbiakban, és sok sikert! Köszönjük szépen, viszont kívánok minden jót, a továbbiakat! Köszönjük!